kedves kollégák, fiatalok! Az új trendekről keveset szólok, itt pont itt álltam két hete, és volt másfél órám akkor a trendekről. Ezeknek az oktatási vonatkozásról szeretnék szólni. Némileg még azért az előző előadások hatása alatt állok, főleg amit Anna Mária mondott nekünk, mert az roppant nyugtalanító. Ugyanis összefügg olyasmivel, amivel én is készültem, miként gondolkozunk most, miként kell tanítani másképp azt az ifjúságot, amelynek tehát felnőtti válása, nem észrejutása, mert hát az ember kisgyerekkorában nagyon eszes, sőt, akkor a legeszesebb, utána már sokat nem fejlődik, de mindesetre a felnőtti válása egybeesik a krízissel. Amikor azt mondom a hallgatóimnak, hogy gazdaság, akkor következő szó az, hogy válság. Azt mondom, hogy pénzügyek, krízis. Tehát mi van a világban, hogy kell most a pénzügyekről beszélni? Tehát a társadalmi megítélés az első pont. A másik, hogy vannak jelenségek, igen, ezek nagyon érdekesek, és ezek nem fognak beleférni ebbe a 20 percbe, ugye a pénzeknek a világa, és hát valóban milyen irányba megy a dolog, ezt kutatói, oktatói, mindenfajta szempontból érdekes. Ugye azzal kezdem, időnk nincsen, de azért mégis, hogy el szoktuk mondani, hogy mi a pénz, és a válasz az, hogy nagyon nehéz megmondani, azt tudjuk, hogy mire jó a pénz. Ez a három funkció, mérni lehet vele elég jól, venni lehet vele valamit, illetve olyas valami, ami a vagyon megőrzését szolgálja. És akkor a jó pénzek azok, amelyeknek eleget tesznek, ilyen a svájci frank, bár változik az értéke, aztán vannak a másodlagos, ilyen egzóták, huf, vagy lek, meg hrivnya, amikkel többé-kevésbé lehet, de már nem annyira jól. Na most azok a pénzek, amelyek tulajdonképpen tokenek inkább, tehát voucherek ilyen valamire jók, azok igazából nem pénzek, tehát a bitcoinnak a baja az, hogy a mérési képessége nagyon gyenge, hiszen magának az értéke nagyon gyorsan változik, és akkor emiatt sok mindenre alkalmas, a mögötte levő technológia pláne sok mindenre alkalmas, de erre nem egészen. Venni is lehet vele, hol lehet, hol nem lehet. Az érték megőrzéséről majd később egy fél mondatot szólok. Na most ezt ugye tudjuk, és azt is tudjuk, hogy az új pénzek rávilágítanak arra az alapkérdésre, hogy miért is jó egy pénz, mitől pénz a pénz olyan világban, amikor már 1930-as évek óta sehol nincs aranyfedezet mögötte. Zárójel, ha lenne, se segítene rajta. Mert az arany szintén olyas valami, aminek az értéke ingadozik. Én rengeteget vesztettem, most nem kéne elmondom a magán ügyeimet, de befektetőként sokat vesztettem, mert amikor beszálltam valamilyen alapból, amiben sok volt az arany, aranybánya, akkor fönn volt az aranyára, most lement az aranyára, de hát ez igaz az olajra, sok mindenre igaz. A jó pénz azért jó pénz, mert bár csinált pénz, de van mögötte két erős intézmény. És ezek az intézmények szavatolják azt, hogy legyen pénz, fiat, ugye ez a fiat lux, így kezdődik a Biblia. Tehát a legyen pénzeknek a értéke nem csak azért van meg, mert muszáj elfogadni őket, hanem azért, mert a mögöttük álló intézmények, azok a pénzteremtési folyamatot szabályozzák. A pénz ugyanis teremtődik, hitelnyújtással nő a pénz, kínálat, hitel visszafizetése csökken. Itt nincs semmi trükk, nem a semmiből teremtődik, és nem válik semmivé, de a pénzteremtés az egy olyan folyamat, amit természetesen aztán az állam mindenfajta ponton ellenőriz. Tehát amikor azt olvasom, hogy van magánpénz, most vannak ilyen mozgalmak, és ezekre mindjárt rátérek, hogy miért is lehetnek ezek a mozgalmak, amelyek megkérdőjelezik, hogy jó ez az államilag teremtett pénz, nem lehetne visszatérni a versenyző pénzek világára. Hát, hogy most hallottuk, hogy a fiatalságot nem izgatja a verseny, még a telefonválasztásban sem, miért kellene akkor nekik a pénzügyi opció között választaniuk. Na minden esetre, ha van magánpénz, akkor ez is állami pénz. Mindenkit megnyugtatok, tehát amikor magánpénz születik. Ismét az igaz, hogy ha föl lehet rakni, akkor rakjuk fel ezt. Olvassák el a kollégák, fiatalok, hogy mire célzok. Most inkább menjünk tovább, mert ez a pénzügyi alap tananyag. És ebben a tananyagban történt most valami.
Nem változott semmi, amit elmondtam, tehát egy pénzügyi tankönyvet le lehet fordítani, ki lehet adni, lehet újat írni, de a pénzteremtésnek a logikája nem változott. Ami megváltozott, az a társadalom. És 2007-8-9-12 óta, ugye országonként különbözik, Görögországban kicsit más a lefolyása, mint Németországban, ami megváltozott az, hogy először is az a kultúra, hogy a bankok szabályozzák egymást, mert a versenytársak egymást is figyelik, ezért a verseny féken tartja a csibészeket. Erről valljuk be, hogy ez nem egészen így van. Tehát kétségtelen, a verseny nagyon jó arra, hogy a tisztességtelen versenytársad időnként feljelentik a többiek, de azért mégiscsak lássuk be, hogy arra jutott a világ, hogy erősebb prudens felügyelet kell, és nem csupán a pénzintézeteket egyenként kell felügyelni, hanem a pénzintézeti rendszer egészét is kell felügyelni, mert a mikroökonomiai racionalitás nem mindig azonos a makróval. Ha mindenki tökéletesen jár el, de mégis valami oknál fogva abból óriási bajok lehetnek, hogyha elüvölteném magamat, hogy füst van emberek, mindenki őrizze meg a hidegvérét, abban a pillanatban mindenki neki rohanna az ajtónak. Mikroökonomia, ez a racionális, hogy kizúdulunk rajta, ha az ajtó viszont befele nyílik, egymást rápréseljük az ajtóra, és megfulladunk. Ezért is van az, hogy ilyen helyen az ajtónak kifele kell nyílni. Majd nézzék meg, hogy így van-e, az a gyanúm, hogy nem. Na, tehát ez a makroprudencia, de nincs is füst. Ez a makroprudencia, hogy nem elég, hogy mindenki eljár a legjobb tudása szerint, hanem az egész rendszer úgy legyen berendezve. A másik, amiről szólni akarok, hogy a pénzvilág elvesztette a nimbuszát. Tehát régen azt mondták valakire, hogy bankár, akkor az egy státusza volt. Megértük azt, hogy egyszer azt mondták valaki, hogy bankár kormány, és az egy ilyen átok szónak. Mikor lefordítottam angolra, akkor az angolok nem is értették most, hogy mi ezzel a baj, bankárkor. Ha-ha, itt nálunk mi megelőztük korunkat. De azóta oda át is ez egy szitok szó, csak utalok arra, hogy az Occupy Wall Street mozgalom, ugye foglaljuk el a pénzügyi központot, az pont olyan erős ott, a tőke, pénztőke elutasítása nagyon erős, megjelentek, például Svájcban népszavazás lesz most, hogy megváltozzon ez a pénzügyi rendszer, meg ez különös, svájciak egy olyan témáról fognak népszavazni, aminek csak a bemutatása is egy negyed óra körülbelül, hogy milyen pénz lesz az a szuverén pénz, amikor nem a bankok teremtenek pénzt, hanem a központi bank teremt pénzt, mert az kevésbé utálják, mint a gazda magánbankokat. És ez a harmadik pont az, hogy ez a furcsa világ, ez azért is érdekes, mert a nagyon kevés konferenciára mennek el ilyen szép számban, de hogyha a kriptopénzekről van szó, akkor 500-an vannak. Én voltam 3 rendezvényen, és mindenhol 500 fölött volt a résztvevők száma. Valószínűleg egy részük befektető, aki szeretné megérteni, hogy miért vesztette el a pénzének jelentős részét, de van, akit érdekel a dolog, és miért érdekel? Mert a klasszikus pénz megy ki a divatból, tehát az a folyamat, amit megtanultunk és tanítunk, hogy hogyan születik a pénz, központi bank, akkor a monetáris intézmények, azaz bankok, a gazdaság pénzigénye, hitelt, kibocsátásképpen kielégül, ezért az M a pénzmennyiség nő, ezt az M-et tudja közvetetten szabályozni, hogy egy bank a maga monetáris politikai eszközeivel, betételfogadással, hitelnyújtással, ezt meg tudjuk magyarázni, ennek ellenére megszületett az a várakozás, hogy másfajta pénz legyen. És akkor itt ebben benne vannak például az olyan helyi pénzek, mint a soproni kék frankos, amelyik egy nagyon szép és kicsit naív, mondhatnám én leszólóan, de benne vannak például a kriptopénzek is, és azt mondják, hogy miért kell nekünk a központi bank, miért nem lehet egy tranzakciót peer-to-peer a csoportban lebonyolítani. Hát vannak applikációk, amik összehozzák a lakáskeresőket és a kiadókat, a jegyigénylőket. Tehát miért ne lehetne akkor megcsinálni a pénzt? És akkor persze rögtön mondom én, hogy persze a 3 pénzfunkcióból egyet biztos meg lehet csinálni, az árucserét, összehozni a keresletet, kínálatot. De vajon a másik 2 is meg tudjuk el csinálni, és akkor válaszom azt, hogy nem, ezek igazából nem pénzek, hanem tokenek, tehát valamilyen voucherek. Viszont értem mögötte a technológiai indítatást, hogy a modern technológia képes olyasmire, amit a korábbi
hierarchikus technológiák, tehát központi bankok, pénzintézetek. Tehát ez a szép klasszikus készszintű bankrendszer, de a maga struktúrát felépítésével megtestesített a mögöttünk hagyó évszázadokban. És ezért is mondom, nagyon furcsa közegből jön a kritika a pénzvilággal szemben. Van benne egy technológiai tudós, aki mindent tud és ért, és azt gondolja, hogy ezt a modern világ félre tudja tolni a régi pénzeket. Ott vannak az antikapitalisták, utálják a pénzt, és azt akarják, hogy szabaduljunk ettől a financializációtól, azt hiszem ez most a új szó rá. De ott vannak a piaci fundamentalisták, akik hisznek a versenyben, és nem kell nekünk a központi bank megmondja, mi a pénz, majd aki pénzkibocsájtók közötti versenyben eldőlhet. És ugye volt egy ilyen korszak egyébként, mert az Egyesült Államokban is nagyon sokáig, ahol a központi bank egész későn született meg, a meglepően későn. Nos, tehát ez a furcsa világ, ebben a furcsa világban kell pénzről beszélni, miközben tudom, hogy amikor elkezdem a nemzeti bankokat mondani, akkor már nem övezi őket az a tisztelet, mint 100 évvel ezelőtt. Egészen megváltozott a világ. Csak utalok arra a fiataloknak, ha még emlékeznek, a 12 pont, abból a 9. csak 2 szó volt a követelés között. Azt mondta, hogy nemzeti bank. És nem kell többet mondani, mert tudták, hogy egy rendes országhoz hozzátartozik a nemzeti bank. Most az ember azt mondja, hogy nemzeti bank, és akkor azt mondják erre, hogy alapítványok. Na jó, szóval megváltozott a világ. És csak arra akarok utalni, hogy nagyon nehéz most ezt tanítani, megmagyarázni, és nem is szabad ezt elhessegetni, mert amiről beszélek, azok egy része, például a technológia, az velünk fog maradni, az e-pénzek már megjelentek, maguk a nemzeti bankok is használják azt a technológiát, és például a blokklánc vagy blockchain rendszer, amelyik minden tranzakcióra ráépíti a következőt, és visszakereshetően lehet látni, hogy milyen szakaszokon ment előre a dolog, megmásíthatatlan a maga technológiai fejlődésével, bár kicsit lassú, költséges és energiaigényes, de mégis nagyon jó arra például, hogy ellenőrizze az ember a folyamatokat, úgyhogy nem kell kidobni, érteni kell. Közben persze a főáramlat is megváltozott. Na, ezt elmondva térek rá arra, hogy azért is nehéz erről az ügyről beszélni, mert egy rendkívüli 6-8 év áll mögöttünk, és ez nem fog visszajönni. 2009 után a kamatszintek lezuhantak a nullára, ott van az amerikai kamatszint, az alapkamat Federal Reserve-nek, és pedig ugye ez egy nulla, az egy furcsa szám, sőt nulla alá lementek. Hoztam még egyet Koreát, egy ütőképes, de azért mégse centrumország, ahol azért 2-3%, lement mélypontra, és ez az időszak most már mögöttünk lesz, vagy van. Tehát minden véget ér, de amit mi az elmúlt 8-9 évben tapasztaltunk, az egy rendkívüli időszak volt, és ezt nehéz tanítani, a rendkívüli időszakot. Nehéz azt mondani, hogy defláció nincs, mikor azt mondják, hogy van. Igen, de azért az egy rendkívüli dolog, hogy defláció legyen. És most visszatérünk a normalizációra. Ugye nem tudom, a Nemzeti Bankban nézik ezeket a trendeket, mert ott azt mondják, hogy marad az alapkamat még, amíg a szem ellát. Hát maradhat, de abból óriási gondok lesznek, mert ha az amerikai megy föl, a koreai megy föl, akkor ugye az kizárt, hogy Magyarország, amely 1000 százal be van kötve a világba. Tehát ezért azt gondolom, hogy a következő időszakban majd megint elő kell venni a régi tankönyveket, mert kétségtelen volt egy időszak, amikor nem semmi tankönyvi leírás nem volt releváns, de ez nem azt jelenti, hogy nem lesz, hanem azt jelenti, hogy van egy back to normalcy, vissza a normalitáshoz. És akkor csak annyit még, hogy akkor végül is higgyünk-e az intézményeknek, vagy sem, vagy akkor jöjjenek az elektronikus pénzek, és a válaszom az, hogy az intézmények némelyike megbízható, és ezért, hogyha a fiat pénz, a legyen pénz, a fedezet nélküli pénz mögött kiváló költségvetés áll, és kiváló központi bank áll, akkor az a pénz jó. Ha nem annyira kiváló, akkor nem annyira jó. Ez ennyire egyszerű tulajdonképpen. Tehát miért jó pénz az euró? Mert az Európai Központi Banknak a besorolása 3A, csillagos ötös. Miért jó pénz a svájci frank? Mert Svájcnak a megítélése jó. És akkor ez lehet látni, hogy hát az 3A, Csehországnak A,
ugye Szlovákiának, most fejből mondom, A, Lengyelországnak 3B plusz, Magyarországnak 3B minusz, Románynak 3B minusz, velünk egy Ukrajnának C, tehát az országoknak van egy rangsora, amelyet a hitelminősítők így látnak, lehet ezeket kritizálni, de valószínűleg igazuk van. És ezért is mondhatjuk, hogy az a jó pénzrendszer, amelyik mögött erős intézmények állnak, ebből az is következik, hogy lehet-e egy országnak saját külön bejáratú pénze, vagy pedig hát be kell lépni az Európai Unióba, a pénzügyi unióba, és a válasz az, hogy lehet valaki kint is, svédek kint vannak, elég jól megvannak, igaz, a svéd állam besorolása jó, a svéd központi bank besorolása jó, romániai nem olyan jó, ezért, hogyha én román tanácsadó lennék, azt tanácsolnám az országomnak, hogy 3B minusszal lépjen be. Még csak egy utolsó előtti ábrák, hogy mégis élénkítsem a dolgot, hogy nem tetszik sokaknak mégis a papírpénz, mert hogy veszti az értékét. Hát akkor itt az arany, nézzék meg, itt az aranyára. Hát mi történt? Lehetne az aranyra visszatérni, hiszen ilyet is hallok. Térjünk vissza, hogy menjünk vissza. Vagy a bitcoin lesz az új arany. Vigyázzat, come on, hát az aranynak az érték az úgy ugrál, ilyen hegycsúcsok vannak és völgyek vannak. Egyszerűen, ha egy terméknek a kínálata viszonylag fix, és a kereslete változik, ugye ez egy kétpontos kérdés, fiatalok, akkor mi történik az árral? Ugrál. Ugye? Akkor nem ugrál, hogyha a kereslet és a kínálat szépen összetalálkozik, de ez nem ez a helyzet. Hiszen akkor történik ez, hogyha jól működik a pénzügyi rendszer, az arany pedig áru, és az áruknak az ára változik. Itt a bitcoin, azt mondják a megalkotói, hogy a beépített logika szerint a bitcoinból többet nem fognak gyártani, mint amennyit gyártani fognak, és ezért értékálló. Erre mondom én, ha többet nem gyártnak, mint amennyit gyártani fognak, akkor nem értékálló lesz, hanem értéke növekedni fog, mindaddig, amíg van iránt a kereslet. Sőt, ha nagyon nagy a kereslet, akkor óriási árnövekedés lesz, aztán pedig utána lemegy. Itt a bitcoinnak és a kriptovalutáknak a piaci értéke, kibocsájtott pénz, token mennyiség beszorozva az árfolyammal lehet látni, hogy ugrál, tehát ezt én azt gondolom pénzként nem tekinteném. Én értem, hogy currency, tehát pénznek nevezik, de igazából saját használatra mindig tokent mondok, ami szintén idegen szó, de jelzi azt, hogy ez nem igazából pénz, valami olyasmi, mint a pénz. És akkor csak annyit, hogy maga a technológia az nagyon érdekes, amennyit ugye magamfajta ember, közgazdász ember megért ebből, hogy egy olyan rendszer, amelyik transzparens, látjuk, hiszen nagyon sok helyen lehet látni, aki benne van a rendszerben, látja, mi történik, ezért ellenőrizhető, de nem a bizalomra épít, hanem az ellenőrizhetőségre, és egy nagyon finom filozófiai különbség van itt. A bizalom az, amikor nem kell ellenőriznem valakit. Az ember megbízik a házastársában, nem olvas el a telefon jegyzékét. Ha elolvassa, akkor nem bízik meg, attól még ellenőrizhet, itt az egészen más szisztéma. Tehát ez a blokklánc az nem bizalomra épülő rendszer, mint például maga pénzrendszer, in God we trust, van rá az amerikai dollárra, hanem arra épül, hogy transzparens, és nem lehet belenyúlni, legalábbis azt mondják. És ott fontos, és ott hasznos, ahol kell látni a történetet, ahol a folyamatot, ezért például nagyon fontosnak tartom minőség ellenőrzésre, hogy lehet tudni, hogy a tyúktojás melyik farma született, és tojódott, és amikor az asztalomra kerül, milyen pályán ment, láncon ment keresztül, nem biztos, hogy ezt akarjuk tudni, de ha akarjuk tudni, akkor tudhatjuk, hogy mi történt ezzel, és ez minőség ellenőrzésben, értékláncokban nagyon fontos. És akkor tulajdonképpen még arra térek rá, hogyha vannak újfajta pénzek, ezek ki fogják-e kerülni az állami szabályozást, aki azt gondolja, hogy igen, akkor, és ebben reménykedik, annak rögtön mondom, bár bennem is van egy kis anarchikus vér, kiben nincs, remélem, hogy mindenki így születik, aztán majd utána fogja elveszteni, de most már látom, hogy nem így születnek, vagy legalábbis, hogy is mondjam, nem ilyenek neveltük az ifjúságot, és ez kemény fejfájást okoz nekem ma. Na mindesetre, tehát az ember azt gondolja, hogy ellenőrzésre szükség van, szükség lesz, már csak azért is, mert pontosan az, hogy nem nemzet
nemzeti intézmények, vagy esetleg nemzetközi rendszer részenként működő nemzeti intézmények állítják elő a pénzeket, alkalmassá teszi ezeket a pénzeket, tokeneket, például pénzmosásra és mindenfajta illegális dologra. Most is tulajdonképpen, ha megnézzük, hogy kik gazdagodtak meg a kriptopénzek kibocsátásán, akkor én megnéztem egy ilyen lajstromot, ki hol lakik, általában éppen útközben vannak, tehát sehol se laknak, hol Belizén vannak bejegyezve, hol Dél-Koreában, de ahol éppen bezárják a boltot, akkor áthelyezik a súlypontjukat valahova. De olyan helyre nem szívesen mennek, ahol a rendőrségnek erős eszközei vannak. És akkor végül itt állok meg, ez már egészen tovább vezet, mert nem tudjuk, hogy mi felé megy a világ. Azt látjuk, hogy a digitalizáció az nagyon gyors, és robbanásszerű, és egyáltalán gyorsabb, mint maga a gazdasági fejlődésnek az üteme. Afrikának a gazdasági lemaradottság az nyilvánvaló, de mikor felvételiztettünk fiatal embereket, akkor ugyanúgy ülnek a képernyők előtt Fekete-Afrikában, és beszélgetünk angolul, és láthatóan pontosan úgy kezelik a technológiát. Nincs lemaradás digitalizációban több mint egy-két évnyi, mondjuk Nigéria és Spanyolország között, miközben egyéb fejlődési mutatókban persze óriási a különbség. Tehát ez egy nagyon gyors folyamat, ezért ez át fogja alakítani a világot. A pénzeknek a sorsa az valószínűleg lassabban változik. A dollár az talán megy lefele, a jen talán maradottól van, a yuan az jön fölfele, de azért egy nagyon hosszú folyamat lesz, és még azt se tudjuk, hogy ez a folyamat ez milyen irányt vesz, hogyha esetleg kiéleződik a blokkok, országok közötti harc, a vámháború az itt lebeg a fejünk fölött, félelmetes dolog, minket nagyon érintene, minél nagyobb egy ország, annál kisebb problémát okoz neki, diversifikált gazdaságot kevésbé üt meg egy vámháború, minket, Magyarországot, Csehországot, Horvátországot, Szlovákiát, Szlovéniát rettenetesen megrázna. És hát ha van vámháború, akkor lehet pénzügyi háború, és akkor természetesen még az is lehet, mert Isten útjai kifürkészhetetlenek, hogyha ezek a nemzeti pénzek háborúságba kezdenek, akkor mégiscsak, mint a web kifejlődött, egy univerzális rendszerként, akkor tényleg létrejön majd egy világpénz, de nem egészen azért, mert a technológia lehetővé teszi, hanem azért, mert az egyéb intézményi megoldások elbizonytalanodnak. De most nagyon előre futottam, és ez aztán nincs is időm kifejteni, egyszer majd talán megírom, hogyha lesz egy folyamat, amely hajlandó leközölni, de ezt csak azért hozom ide, mert gondolkozunk azon, hogy próbáljuk megérteni folyamatokat, és a folyamatok egy része ígéretes, ezek a technológiai haladási folyamatok, ugyanakkor a technológiai előre lépés az gyakran nem oldja meg a társadalmi problémákat, éles késsel lehet metszeni uborkát is, meg hasba is lehet szúrni egy arra járó fiatalembert, és ez előfordulhat egyébként fejlett országokban is. Ez csak ezzel a költői képpel hagyom abba az előadást. Köszönöm szépen.